Sziasztok, folytatnám a kis retro sorozatomat. Legutóbb az egyik legnagyszerűbb évet mutattam be, ugye 1994-et. Most ugrunk 95-re, ahol szintén számos nagyon jó film készült. Nézzük is a 10 legjobbat, vagyis ami szerintem a legjobb volt, vagyis itt a Top 10 1995. A Die Hard széria egyik legjobb darabja, sőt annó én ezt bírtam talán a legjobban, ez a harmadik epizód. Az első rész főgenyájának testvére Simon játszatozik a másnapos Bruce Willis-szel, miközben aranyat próbál csenni. A Die Hard 3 ötletes, pörgős, jó dumákkal, Will Smith és Samuel L. Jackson párosa tökéletesen működik, egy remek akciómozi a 90-es évek közepéből, szóval Yippee-yay, motherfucker! Matthew Kasovitz rendezte a Gyűlölet című mozit, mely szikár fekete-fehér képeivel egy nyers és kemény film lett. Párizs külvárosa egyfajta lecsusszant gettó, három fiatal srác próbál boldogulni, ahogy tud, súlyos társadalmi problémákat pedzeget az alkotás, mely a maga idejében is húsba vágóan fontosak voltak, hát a mai napig érvényesek, sajnos. Egy amerikai srác és egy francia csaj Bécsbe tart vonattal. Dumálni kezdenek, szimpik is egymásnak, majd mikor leszállnak a városban, átsétálják és átdumálják az egész éjszakát, kicsit egymásba is habarodnak. Richard Linklater romkomja életteli, szerethető darab, teli jó párbeszéddel, egy nagyon aranyos és kedves film, melyet két elég jó folytatás is követett. Ez a Mielőtt felkel a nap. Scorsese és De Niro együttműködése általában elég jó cuccokat szokott eredményezni, ilyen bizony a Casino is. Las Vegas alakulása természetesen maffia hálózattal, ráadásul itt van Joe Pesci is, élete alakítását nyújtó Sharon Stone mellett, akit a szerencsejáték, illetve Las Vegas világa érdekel, vagy egyszerűen a nagymenő maffiózók foglalkoztatnak, annak kihagyhatatlan, meg hát mindenki másnak is. A szűrben játszódó filmek mindig is vonzottak, pláne ha reálisabb fajtából valók. Az igaz történetet feldolgozó Apollo 13 sztoriát boncolgató film pedig ebből az egyik legjobb. Ugye ez volt az az expedíció, amelynél hiba lépett a Matrixbe, és nemhogy leszállni nem tudtak a Holdon, de az emberek életé is veszélybe került. Star Parade egy hihetetlen izgalmas moziban. Megint Bruce Willis, egész jó éve volt. A 12 majom Terry Gilliam érdekes skifije, egy időutazós cucc, mely elég jól kezeli magát az időutazás szerintem, sőt talán az egyik legjobban. Egy vírus pusztít a jövőben, és Willis küldik vissza, hogy tudjon meg a dologról minél többet, így kerül képbe a 12 majom hadserege. Egy nagyon furcsa, de szuper hangulatú alkotás, és még a zseniális Brad Pittről nem is beszéltem. What a wonderful world! Majd megint De Niro, hát neki se volt rossz az év. Ráadásul Al Pacinoval együtt szerepel itt a Szemtől szembében, ami önmagában is elég menő. Egy tipikus macskaegér játék zsarú és bűnöző között ez a mozi, viszont Michael Mann a rendező teljesen egyedi hangulatú drámát fest mindebből, ráadásul elég realista módon mutatva be dolgokat, például a nagy bankrablást is. Mel Gibson rendezte, majd játszotta el William Wallace történetét, a skótok nemzeti hőse az angolokkal küzdött nemzete szabadságáért. A majd három órás történelem eposz nagyszabású, teli látványos elemekkel, jó színészekkel, nagyon szép zenével, megindító pillanatokkal. Hát szerintem a Rettenthetetlen az egyik legjobb kosztümös dráma ever. Nos, a Toy Story-ról tényleg azt gondolom, hogy egy alapmű, talán ilyen szép helyre a nosztalgia hullám hozta. Az egyik első mozis élményem volt, nagyon nagy Toy Story fan voltam gyerekként, de ha ezt levesszük, akkor is nagyon fontos darab. Az első 3D-s animációs egész estés mű, mely bizony megreformálta ezt a technikát, és mindemellett veszettű jól megírt, szuper kis filmmel, szuper karakterekkel, hát és szuper folytatásokkal. Mielőtt az érre térnénk, pár cím, ami azért ebből az évből kihagyhatatlan. Ilyen a Közönséges bűnözők, amit én 94-hez csaptam múltkor, de hát 95-ös ugye. Az Ace Ventura 2 is, Ekorszak gyöngyszeme, az Aranyszem, Brosnan első Bond akciója, a Desperado Rodriguez-től, az Értelem és érzelem, a Halálnapja vagy a Bad Boys, Ments meg uram, Las Vegas végállomás, nagyon-nagyon sok jó film készül. Na de akkor nézzük is, mi van az élen. Talán nem meglepő, hogy számomra a hetedik került erre a helyre. Fincher sötét, esőtől úszó thrillere alapmű, a stílus koronázatlan királya. E film fektette le az alapokat, mármint a thriller műfajba, és akkor a csavaros sztorit is csak dicsérni tudom, a színészek egyszerűen tökéletesek, Pitt és Freeman kettős a numero egy zsarupáros. A főellen pedig hát, ugye ő ma már egy kicsi megtépázott színész, de alakításán ez nem csorbít. A végkifejlet pedig, hát ez maradjon is a dobozban, a hetedik kötelező darab.
Most nekem ez volt 1995, illetve azok legjobb filmjei. Nagyon sok film kimaradt, amiket még csípek, szóval várom a véleményeteket, addig is nagyon jó filmezést, sziasztok!